Önök a heti szakaszt Gayer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Helyettes államtitkár úr, polgármester úr, püspök úr, Horowitz elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Büszke vagyok arra, hogy debreceni vagyok, de ezzel biztosan nem árulok el semmifajta meglepetés vagy titkot. Hogy a debreceniség miben gyökeredzik, arról nagyon hosszan lehet beszélni. Én arról a néhány benyomásról szeretnék beszélni, vagy inkább tényről, ami alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy azért is büszkék vagyunk debrecenének lenni, mert a debreceni zsidó közösség az olyan dolgokat hozott létre, és olyan sikeres közösség, amely nagyon fontos szerepet játszik Debrecen sikerében. Kifejezett büszkeség egyébként elmenni a felújított zsinagógába, vagy most itt a Pásta utcai ortodox zsinagógába. Szeretném megköszönni annak a zsidó ütkösének, aki a motorja volt az egész felújításnak, hogy ezt megtették. Ma ez a legszebb és legrégebbi zsinagógája Debrecennek. Sajnos azért, mert a valamikori Petőfi téri az amerikai terrorbombázásban elpusztult, és nem sikerült helyreállítani. De büszkék lehetünk arra is, hogy ha elmegyünk a valamikori Simonfi úti iskolába, akkor látjuk, hogy azok a családok, akik adakoztak az iskola felépítésében, azok mennyi mindennel járultak hozzá a magyar kultúra, a magyar tudomány, a debreceni kultúra, a debreceni tudomány sikeréhez, rengeteg mindenben. Az ember, hogyha megnézi a táblát, akkor egy komplet utcai felsorolást lát az adakozók között, és nekem külön büszkeség volt, hogy Debrecen városát is természetesen az adakozók között lehetett jelentős összeggel látni. Mondhatom, szinte természetesen, hiszen az is büszkeséget tölten bennünket, hogy tudjuk, hogy a vészkorszak idején amennyire csak lehetett, a református püspöktől kezdve a városon át rengeteg mindenki próbálta maga szerény eszközeivel hozzájárulni ahhoz, hogy a debreceni zsidóság megmaradjon, és ezt méltányandó kapott a város néhány köztisztviselője okán Jádvasen díjat. Tudjuk, az ő emléktáblájuk van a Déri Múzeum mellett, a mostani munkahelyi bíróság falán, hiszen több száz debreceni zsidónak adtak illegálisan keresztlevelet, és ezzel menekültek meg. Maguk, akik az akciót szervezték, azok viszont a nyilos terror áldozatai lettek. De nem csak a történelem régmúltjában, meg a nagy dolgokban kell gondolkodni az, hogy mitől vagyunk büszkék a városunkra, és mitől vagyunk büszkék a debreceni zsidó közösségre. Nekem külön nagyon nagy örömet okozott, hogy nem olyan régen voltam Mádon, ahol megnéztem a zsinagógát, és ott engem körbevezető bácsi rengeteg jó történettel szórakoztatott egyébként, de megismert, mint debrecenit, és mondta, hogy azért pedig külön hálás, hogy van egy Horowitz Tamás és egy általa vezetett debreceni közösség, mert ők parolták fel azt, hogy szervezünk egy nagy Európai Uniós támogatás melletti projektet a Mádi Zsidó Központ helyreállítására és működtetésére, és ők voltak ennek a kezdeti motorjai, harcolták ki a támogatást, és nagyon örülök, hogy egyébként ezt a Köves Lombóék a projekt vezetésével meg tudjuk itt csinálni a Tiszántúlon, és hogyha egy picit van köze a debreceniek, az külön büszkeséget tölti az ember. A köztünk lévő zsidó közösség meg ennek a hagyománya azonban a mindennapokon is hat. Ezért aztán meg kell mondjam, kicsit szemrehányólag mondtam a legutóbbi aranybikai esemény után, hogy mi olyan büszke debreceniek vagyunk, és ez a legnagyobb létszámú vidéki zsidó hitközség hagyományai vannak, stb. És mégis a kóser posztot Budapestről kellett hozni. A ételemezés most kicsit félre súgtam, vagy kérdeztem inkább elnök urat, hogy de most a mostani ebéd az már itt fő, és itt debreceni kóstert fogunk enni, hogyha már egyszer egyébként olyan legendásak voltak az itteni kóser vágások, és örömmel mondta, hogy igen, sőt, majd még tovább is szeretnék bővíteni a város segítségével
az itteni lehetőségeket, amire annál is inkább szükség van, mert tudjuk azt, hogy Debrecenben a jiddis konyhának a hagyománya az erős, hiszen a város egyik nagy értelmében, amikor zsénak van, akkor mindenki oda megy enni természetesen, és arról lehet beszélgetni, hogy kinek a zsidó tojása jobb vajon, a csirizé vagy másoké, és mit tudunk az, hogy mennyi igomájat kell igazából reszelni bele, hogy az igazán jó legyen. Ezek az apróságok, meg a nagy dolgok teszik azzá a debreceni közösséget, ami a város életében, és azt kell mondjam, hogy súlyos ismeret hiányra val az, hogyha valaki úgy próbálja Debrecen történetét tárgyalni, hogy nem teszi mellé azokat a tényeket, amelyek egyébként a számunkra oly sok büszkeséget okozó nagy nemzeti mozgalmakban a zsidóság oldalán megjelennek. Nem olyan régen került a kezembe egy könyv, amely azt tárgyalta, hogy a számunkra olyan fontos 1848-49-es forradalmi szabadságharcban a zsidóság hogy vett részt. És az külön jó volt, hogy volt egy fejezet benne, ami egyébként a debreceni, későbbi debreceni zsidóságnak a hozzájárulását adta személyekben, pénzben, hiszen tudjuk, hogy természetesen a forradalomban a lánglelkű vezetők nagyon fontosak, de a saját, hogyha egyébként a katonáknak van felszerelése, meg aztán vannak katonák, akik harcolnak, és abban a könyvben azt tárgyalták, hogy logisztikában, finanszírozásban, emberben a magyar zsidóság hogy járult hozzá ahhoz a küzdelemhez, és olyan jó volt olvasott a hagyományos nagy debreceni zsidó családoknak a neveit, abból következtettem, hogy nyilvánvalóan mi is hozzájárultunk ehhez, nem csak a hadúrházat tronfosztottuk egyébként közösen, hanem még egy csomó minden mást is együtt csináltam. Ezek alapján mindig is azt gondoltam, hogy ezt a Pásti utcai zsinagógát nagyon szépen meg kellene csinálni, és most, mikor bejöttem, meg egy kicsit körül tudtam nézni, meg időnként a beruházás alatt is megnéztem a dolgok állását, hogy meg kell nekem, hogy ez egy nyilván személyes benyomás, hogy ez egy nagyon szép és mértéktartó épület, és abszolút megérdemli a gondoskodás, hiszen annak idején közösen terveztük, és tervezünk most is, hogy nem csak a holokauszt emlékművet ajlatjuk itt fel, hanem az egész Aranytömb, Pásti utcai tömb, Simonfi utcai tömb rehabilitációja kapcsán odafigyelünk arra, hogy ezek az emlékek és ennek a közösségnek az a tere az újra régi fényében ragyogjon, ha ennek van bármifajta értelme abban az értelme, hogy annyira már megváltozott a város építészeti karaktere, hogy mondjuk az Unió mögött régi fényében ragyogni nehezen tud bármi is, mert az nem sikerült nagyon jól. Viszont szép lépésenként olyan dolgokat is meg tudunk tenni, amire adott esetben nem is gondolnánk, de milyen az ember örök elégedetlen. Jöttem be és polgármester arról beszélgettünk itt, hogy megvan ez a remek épület, tényleg nagyon szép. Kinézek arra az ablakon, és egy borzasztóan csúnya, sárga, hullápalap, bicikliter alatt látok, szöges róttal védve. Én tudom, mi van mögött, a vízműnek a bicikliter rója, na azt kell lebontatni nagyon gyorsan, mert olyan hiábrándít, hogy egy gyönyörű épületben vagyunk, és azt látjuk. Pontosan beszélni kell a vízműgöt a folyával, hogy a bicikliterot azt máshogy kell megoldani. Sőt, ugye tudjuk azt is, hogy itt a következő lépésekben is ugye közösen tervezgettük, hogy mennyi mindent kell még ahhoz csinálni, hogy ez tényleg egy nagyon szép zsidó, kulturális és vallási központ képét öltse magára, belülről már teljesen jó, itt még nekünk vannak közös feladataink. Remélem, hogy lehet még sokat lobbizni az Európai Uniós és a hazai fejlesztési forrásokért, annak érdekében, hogy azok az álmok megvalósuljanak, amelyeket itt közösen szövegettünk. Én szeretném megköszönni a kormányzat segítségét abban, hogy támogatta ezt a projektet. Szeretném megköszönni a debreceni zsidó közösségnek az aktivitását, a segítségét abban, hogy ezt meg lehetett csinálni, külön Horowitz elnök úrét, biztos még sokat fogunk egyébként a Dajcs úr által idézett doki meccseket is még közösen beszélni arról, hogy mit hogyan kéne csinálni a továbbiakban, és természetesen
a logiszorkoló bármikor már adta szemben, csak követni kell az elődőknek hagyományait. Ezt még egy Deutsch nével is meg lehet csinálni, külön pikánsan várom majd a Deutsch részvételt egy MTK logi rangadón az új hidegúti stadionban. Összességében azt kívánom mindjártnak, hogy ugyanabban az építő együttműködésben, barátságban éljünk, dolgozunk saját közösségeinkért, meg az egész nemzetért, ami eddig is megvalósult, és ez a Fáskóczi zsinagóga és felújítása az nagyon-nagyon jó példázza. Gratulálok ahhoz, hogy ezt ilyen szépen meg tudták csinálni. Köszönöm a figyelmet!